Sziasztok! A mai epizódban az SMSL DO 200 Mark 2-es dakjáról lesz szó, amely az Aosida Audio és az SMSL kooperációjának a legújabb darabja. Mondjuk ez igazából nem egy új fejlesztés, hanem inkább egy transfervallás vagy esetleg racionalizálás, de az okok között szerepelhet az is, hogy a Covid óta szinte minden elektronikai gyártónak idomulnia kell az alkatrész ellátási láncot érintő problémákhoz. De ez csak spekuláció a részemről. Akárhogy is, az SMSL DO 200 MK2-es funkcionalitás szempontjából szinte teljesen megegyezik az elődjével, és a hangminőséget tekintve is gyakorlatilag ekvivalensnek tekinthető a kettő eszköz, ami szerintem nem kis bravúr azt figyelembe véve, hogy majd $100-ral még olcsóbb is lett a korábbi modell. Természetesen az eredeti DO 200-ashoz hasonlóan ez a DAC is minden olyan funkcióval rendelkezik, ami egy modern, megfizethető konvertertől elvárható. A nagyfokú hasonlóságot figyelembe véve, ebben a videóban alapvetően csak a különbségekről lesz szó, szóval ha a többi részletre is kíváncsiak lennétek, akkor nézzétek meg a DO 200-asról készített korábbi videómat, amelyet akár most is megtehettek a képernyő jobb felső sarkán megjelenő kártyára kattintva, a DO 200 Mark 2-essel kapcsolatos részletek pedig hamarosan jönnek. A DAC dobozában természetesen minden szükséges tartozékot mellékeltek, így ezúttal sem marad el a tápkábel, az USB kábel, a Bluetooth modul antennája és a standard RC8C távirányító sem. A DAC dizájnja és méretei egy fikarcnyit sem változtak, ugyanabba a CNC megmunkálással készülő masszív alumínium ötvözet házba szerelték, mint az elődjét. Az előlap közepét a forgatható és benyomható encoder foglalja el, amellyel a DAC összes funkciója vezérelhető. Jobbra tőle találhatjuk a kontrasztos színes kijelzőt, amely minden szükséges információt megjelenít az éppen lejátszott forrással kapcsolatban, valamint a menüben is könnyen navigálhatunk a használatával. Az új modellen is a hátlap bal oldalára kerültek az analóg kimenetek, mégpedig az egy pár single-ended RCA, és az egy pár teljesen szimmetrikus XLR ajzat képében. Tőlük jobbra találhatunk egy OS-EBU digitális bemenetet, azután a Bluetooth modul antenna kimenetét, alatta pedig egy i4Z-es bemenetet, végül egy koaxiális, egy optikai és egy USB-B bemenetet. A sort ezúttal is a szabvány IEC tápajzat és a főkapcsoló zárja. A DAC menü rendszere szinte teljesen megegyezik az eredeti DO 200-as menüjével, ellenben a kijelző színeit és tipográfiáját is megváltoztatták. A főképernyőt is kissé átrendezték, és például a hangerő értéket immár nem egy 0 és 99 közötti skálán jelzi ki, hanem ehelyett a csillapítást mutatja decibelben. Ami viszont eltűnt a menüből, az az SPDIF mód beállítása. Ugye ebben a menüben tudjuk azt kiválasztani, hogy az OS-EBU, optikai, illetve koaxiális bemenetekről érkező jeleket a digitális vevőchip dolgozza-e fel, vagy inkább az XMOS processzor. Most tehát ezt már nem kapcsolhatjuk, és minden SPDIF felől érkező jelet az XMOS chip fog feldolgozni. Az én véleményem szerint ez a funkció nem olyan nagy veszteség. Ezt leszámítva az elérhető feature-ök teljesen megegyeznek azzal, amit a DO 200-as első iterációjáról készült videómban már bemutattam, szóval ha részletesen kíváncsiak vagytok a menükön keresztül konfigurálható paraméterekre, akkor mindenképpen nézzétek meg azt a videót is. A DO 200 MK2-es házát felnyitva azért jó néhány változtatásra lettem figyelmes. A tápegység látszólag ugyanaz az egység maradt, de a tápszűrésért ezúttal két Rubicon kondenzátor felel. A digitális jeleket az XMOS XU216-os helyett a fejlettebb XMOS XU316-os egység fogadja,
de a korábbi Altera Max 2 CPLD-t lecserélték valami másra, amit nem igazán tudok megfejteni, mivel a chipről módszeresen eltávolították a feliratokat. A rendszert vezérlő STM32F103 mikrokontroller ellenben maradt ugyanaz a darab, amelyet már az első DO200-ashoz is használtak. Nem változott a Bluetooth vezérlő sem, és ugyanaz a Qualcomm QCC5125-ös dolgozik az MK2-esben is, mint a korábbi verzióban. Az eredeti DO200-ashoz hasonlóan az MK2-esben is két darab ISS IS9068AS DAC chip felel a digitális jelek analóggá alakításáért. Ellenben a DAC analóg szekciójában nem igazán találunk fundamentális különbségeket. Ugyanazok a Texas Instruments OPA 1612-es műveleti erősítők dolgoznak ebben a DAC-ban is, mint az előd modellben, valamint ugyanazok a VIMA csatolókondenzátorok piroslanak mindenfelé a panelen. És akkor beszéljünk egy kicsit a hangról. A két DAC adatlapját egymás mellé rakva pontosan ugyanazokkal a számokkal találkozunk, és a belső felépítés alapján is az látszódik, hogy nem nagyon van lényeges eltérés a két DAC között. Ezt a hangja is alátámasztja, ami nagyon jó hír, mert az SMSL-nek úgy sikerült $100 faragni az eszköz árából, hogy a hangja egy fikasznyit sem változott. A mélyei továbbra is feszesek és energikusak, a középtartomány kellően részletes, és a magas tartomány finoman, nem tolakodóan és lekerekítve szólal meg. A hangszereket továbbra is nagyon szépen és precízen helyezi el a képzeletbeli színpadon. Persze nincs akkora tere, mint egy több ezer dolláros ellenálláslétrás DAC-nak, de szégyenkezni valója sincs ebben a tekintetben. Továbbra is nagyon ügyesen egyensúlyoz a hangképe az analitikusság és a meleg hangzás határán, és a stílusa nem telepszik rá felvételekre. Szerintem, aki ezt a neutrálisabb és kellően részletes hangzást szereti, annak ez továbbra is egy nagyon jó választás, főleg most, hogy az ára is barátságosabb lett. Azért, hogy ne maradjon el a móka és a kritika sem, kipróbáltam, mennyire jól oldja meg a DAC egy MQA kódolású audio CD lejátszását, mivel a neten rendelt Deep Purple Machine Head MQA CD-m, amit referenciaként szerettem volna használni, nem igazán akar ideérni, ezért a netről töltöttem le néhány MQA tesztfájlt. A linkeket ti is megtalálhatjátok hozzájuk a leírásban, ha szeretnétek velük kísérletezgetni. Szóval az MQA tesztfájl, amit használtam, egy 24 bit 44,1 kHz-es FLAC fájlba volt kódolva, így az audio CD-re való kiírás közben még a bitrátát is konvertálni kellett 16 bitre. Láthatjátok, hogy a DAC simán felismeri az anyagot az optikai bemenetére kötött CD lejátszóval lejátszva, méghozzá mint 352,8 kHz-es MQA forrást. Hogy ez mennyire súrolja a parasztvakítás kategóriáját, ismerve a hagyományos audio CD lemez képességeit, azt mindenki a saját vérmérséklete szerint döntse el, én már korábban kifejtettem a véleményemet az MQA-val kapcsolatban. Minden esetre a DAC tudja ezt is. Ellenben az egyetlen hibát is az MQA-val kapcsolatban fedeztem fel, mégpedig azt, hogy ha 48 kHz-nél nagyobb felbontású MQA forrást játszunk le, és a DAC-ot preamp módba kapcsoljuk, valamint szinte teljesen lehalkítjuk, akkor ilyenkor brutális mértékben megnő a háttérzaj. Próbáltam kideríteni a gyártónál, hogy mi lehet ennek az oka, de csak azt a választ kaptam rá, hogy a zaj oka az lehet, hogy az MQA lejátszáshoz használt szűrő különbözik azoktól, amelyeket a nem MQA hangformátumoknál használnak, tehát elképzelhető, hogy ez okozza a megnövekedett háttérzajt. Tehát ez a hiba csak abban az esetben jelentkezik, hogyha a DAC-on szabályozzuk a hangerőt, és 48 kHz-nél nagyobb felbontású MQA anyagot játszunk le, minden más esetben tökéletes a csend a háttérben. Remélem, hogy ez egy olyan probléma, ami a későbbi modelleken javítható lesz, mondjuk egy firmware frissítéssel. Nem igazán tudom, hogy ez az ISS DAC chipben található bug miatt van-e, vagy a rendszert vezérlő áramkörök programozásán múlik-e. Engem ez a probléma alapvetően nem zavar, mert nem használom a DAC-jaimat előerősítőnek, és nem igazán ültem fel az MQA vonatra sem.
Ahogy az előd modell, a DO200 MK2-es is szinte tökéletes, ha nem is hibátlan. Alapvetően egy jól kiforrott eszköz, jó minőségű és tartós alkatrészekből megépítve, és az elődjéhez hasonlóan elég jól is szól. A forrasztások tökéletesek, nincsenek benne utólag belehekált alkatrészek, szóval látszódik, hogy az SMSL-nél azért a gyártást illetően rendes minőségbiztosítással dolgoznak, a tervezést meg valódi mérnökökre bízzák. Az eredeti DO200-as 490 dolláros árához képest az Aoshida az MK2-est a videó készítésének az időpontjában 398 dollárért árulja, ami szerintem egy nagyon erős ajánlat. Ha nem zavar benneteket az általam felfedezett MQA-val kapcsolatos baki, akkor ezt a DAC-ot is jó szívvel tudom nektek ajánlani, ahogyan az elődjét is. Ennyi mára, ha van véleményetek ezzel a videóval kapcsolatban, akkor azt osszátok meg a videó alatt, vagy a csatornám Discord szerverén. Ha szeretnétek még sok hasonló tartalmat látni, akkor ne felejtsétek el lájkolni a videót, illetve iratkozzatok fel a csatornámra, amennyiben ezt még nem tettétek meg. A csatornát támogathatjátok Patreonon, PayPalon vagy Buy Me a Coffee-n keresztül. Ezeken felül közvetlenül a YouTube-on keresztül is küldhettek adományokat a videóm ablak alatti szuperköszönet gomb segítségével. A kapcsolódó linkeket mindig megtalálhatjátok a videóim leírásában. Köszönöm szépen a mai figyelmeteket, nem sokára újra jelentkezem.